Demján Sándor már a lépcső alján épp a buszba száll be, Habony Árpád pedig épp kilép a luxus magánrepülőből. A Hír TV Célpont című műsora készítette a felvételeket a Ferihegyi repülőtér kisgépes termináljánál még múlt pénteken. Az Orbán kormányt az utóbbi időben többször is bíráló Demján Sándor, Magyarország negyedik leggazdagabb embere nem egyedül utazott a miniszterelnök tanácsadójával. Velük tartott Sallai András, Demján Sándor és Csányi Sándor OTP vezér közös cégének jogi alelnöke, ügyvéd, valamint Békés Balázs nemzetközi adótanácsadó. Kerestük a repülőgép utasait, szerettük volna megtudni, hogy milyen ügyben utaztak együtt, ki kezdeményezte az utazást és ki fizette azt. Egyedül Békés Balázs adószakértőt értük el telefonon, ő annyit mondott, interjút nem ad, mert Demján Sándorék megtiltották neki, hogy nyilatkozzon az utazásról. A Bombardier Global 6000 típusú luxus magánrepülő egy máltai cég tulajdona. Így néz ki belülről. A 15 személyes sugárhajtású repülőgépen 7 utas részére hálóhelyek is kialakíthatók, így hosszú távú utazásra is kiválóan alkalmas. Szükség is lehetett rá, a nyilvános adatok szerint ugyanis a repülő a Kínához tartozó városállamból Makaóból repült Budapestre múlt pénteken. A Hír TV riportere utána járt, mennyibe kerülhetett az út, nagyjából 25 millió forint jött ki. Ez egy 12 órás repülőút. Annyit azért érdekességképpen elmondanék, hogy egy ilyen repülőnek a bérleti díja az óránként 7000 euró, tehát több mint 2 millió forint. A Fidesz frakcióvezetője viccel próbálta megelőtni az utazással kapcsolatos kérdést. Én úgy tudom, hogy ez megjelent a sajtóban, hogy elmentek a Demjánnal meg a Csányival kártyázni. Makaóra, hiszen biztos makaóztak. Az LMP szerint viszont más lehet az utazás hátterében. Sokkal valószínűbb, hogy ez a dolog összefügg a letelepítési kötvénnyel. A kötvények is bizonyos kártyák, azok is valamis papírok, azzal is lehet zsugázni, azzal is lehet hamis kártyázni. A Magyar Nemzet úgy tudja, a csoport nem Makaóban, hanem a közeli, szintén Kínához tartozó Hongkongban járt üzleti úton. Habony Árpád korábban már biztosan járt Hongkongban. Egy éve csak nem 1 millió forintért vett részt barátnőjével egy helikopteres városnézésen, amit a magyar letelepedési kötvényeket Kínában árusító cég tulajdonosa foglalt le a miniszterelnök tanácsadójának.